Velem kezet se fog. De jövök, csak nem akartam itt keresztül, mert szevasz. Látom, hogy szép lesz áll a füst. Igen. Igyekszünk. Szarom nézek ki. Nagyon. Nehogy passzik. Ne. Jó, hogy baszolj meg. A botta? Ne. A botot. Inni, tárul a kávét. Akkor pont a nyelet is kell veled. Fogd meg Norbi, ha bírod. Ha nem forró még. De itt nagyon forró. Adj neki a cipel. Figyelem, lassan indul a bőgő verseny. Zsűri... Egy nagyon jó ilyen kutyája egyébként, az volt a másik az országban. No, visszatérve a szarvas bőgő versenyhez, az összes résztvevő itt van a színpadon. Először is köszönteném a zsűrit, elsőként a zsűri elnöki Zilai János barátomat, kollégámat, Gemen ZRT fővadászát, Bédai fővadászt, aki nagy megtiszteltetés, hogy itt van körünkben, és nagyon örülünk, Jancsi, hogy eljöttél. A Zilai János nagyon sok külföldi versenyen részt vett már, versenyzőként is, szarvasbőgő versenyen és bíróként is. Nyilván ez a közeg neki nem új, hiszen egész életét a szarvasok között töltötte Gemencen, úgyhogy hallott már ilyesmit, nem csak az ilyen, nem ennek a show-nak a világában, hanem természetesen élőben is szinte naponta. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy megtiszteltél bennünket, János, és hát természetesen a Fehován is a legtöbb bőgőverseny Jancsival találkozunk, és még reméljük, hogy nagyon sokáig találkozunk vele. Köszönjük szépen! Ingola István nyugalmazott fővadász kollégánk, Pista, köszönjük, hogy itt vagy, és reméljük, hogy jó érzed magad körünkbe, hiszen te is ugye az ormánságban a szarvasok köz voltál gyakorlatilag egész életedben, úgyhogy örülünk, hogy itt a szakmai munkát segíted. És a zselizbe természetesen. Pap János, vadászati felügyelő, kollégánkat köszönjük, versenyző. Diadal ordítás. Thank you.
Mérgesedve? Na, no, talán sört akarsz inni mérgedve. Csak egyet? De, Jani, kijöntöztek meg a múlát.